az 1500-as évekből is találunk festett a fa darabokat, fa tárgyakat, ami mutatja, hogy egész korai időkre visszavezethető a festett bútor léte. Nem mindenki tudta megengedni magának, ez azért egy elég drága mulatság volt, viszont a jobb anyagi helyzetet tükrözte az, hogyha valakinek volt festett bútora. Mondhatni, hogy minden modor, minden stílus benne van a festett bútorban. Az érdekessége az, hogy nagy pályát futott Európán belül a festett bútor. Ugye Norvégiában is hasonló más forgórózsák vagy virágok vannak a festett bútorokon, de ahogy ezt Kós észrevette, meg szépen le is írja, hogy az a csoda a Székelyföldön, hogy nem céges nagy műhelyek, hanem falusi mesterek olyan színvonalra vitték a festett bútor divatját. Ezek a mesterek bútorfestő asztalosok voltak. Tőlünk eltérően ők maguk készítették el a bútort is, és virágozták ki. A homorodalmási bútorfestőről tudjuk a szakirodalomból, hogy amikor egy munkát elvállalt, akkor beköltözött a családnak a házába, és akkor ott virágozta ki, vagy ott festette a bútort. Egy kicsi pálinkát töltöttek neki, vagy netán még a háziasszony kicsit kedvesebb is volt, akkor sokkal szebb és dúsabb virágokat festett rá. Meg szeretném kérdezni, hogy Györgyöt, aki itt szokott minden éve klonítani. Nem tudom. Hoztam neki képeket, tavaly évben fotóztam őt le, és igazából nem találom őt sehol. Hány óra van mostan? Körülbelül egy ilyen 8 óra. Na, jó, most akkor ő most kezd, ha itt van, akkor ő most fog klonit játszani, ebben az útonban játszik. És egy másik kolozsvári Gábor cigány keresek. Őt. Nem. Nem? Nem ismerem, de itt látom, ismerem, csak nem ismerem úgy. És őt? Ő azt hiszem, hogy ők ketten együtt vannak, ez az édesapja. Igen. Itt, általában ők itt vannak, az üstösök minden év itt vannak. Adtadok-e valami festett dolgot? Tulipános? Miért nem antikolt egy kicsit pácsolni? Nem. Én nem mondom, hogy régi, ha új. Nem mondhatod. A rendszerváltáskor, tehát volt egy nagy felfutás ugye a 60-as évektől a táncház mozgalommal összhangban. A táncházasok a tárgyi világ felé is fordultak. Az akkori kézművesség, az akkori, zárójelben mondom, népművészet felé fordultak, és ez szépen elérte a rendszerváltást, a 90-es éveket, és ebből átfordult egy nagy üzletágá. Tehát a régi bútorokat 3-4-5 lépcsőben is vitték nyugatabbra, vagy Amerikába. Akkoriban 1600-as évek béli bútorok is kijutottak a kőhalmi lerakatból. Erről van egy rövid film is, hogy kamionnyi anyagot szállítottak havonta. Ezek között nagyon sok festett bútor is volt. Tehát a Székelyföld és a szászvidékek festett bútorait annyira kivitték az országból, hogy most már nehéz lenne összerakni ennek az emlékét. Meg szeretném kérdezni, hogy van olyan bútora, ami még a múlt század elejéről való? Mutatom, hogy mikortól. Bútor. Kettő millió. A mester mikor faragta ki? Mester, csigyen ott szóval. Nem értjük, hogy mester. Jó. Na most van egy új hullám megint, hogy viszont ezekben az államokban sem érdekli a fiatalokat, vagy nagyon kevés fiatalt érdekel ez a régi bútor művesség, és akkor interneten hallom, hogy gyakori, hogy lehet
homoródmenti, vagy vargyasi, vagy kalotaszegi festett bútort visszavásárolni. Tehát a bútorok így járkálnak. Én remélem, hogy Erdélybe is visszakerül valami, de még nem látom ezt a kibontakozást. A napjainkban nagy bútorfestő családok már nem léteznek. A bútorfestést azt különböző szakkörökön lehet tanulni, illetve még a sütőcsalád, a vargyasi sütőcsalád van, akik még mindig dinasztiaként működnek, de akik most dolgoznak, azok valahol valakitől tanulják. Ez az önök családja? Jaj, értem. Igen. A családfája. Igen. Kós Károly szerint, tehát az etnográfus Kós Károly 1972-ben írt egy tanulmányt a családról, és az első oldalon a család. Szálai Kós Károlyról beszélünk. Igen, de a Szálai, ő a polihisztor, és Dr. Kós Károly, a fia, ő pedig néprajzkutató, etnográfus. Itt egy pár kontyosség előtt állunk, és az alapszíne a mélykék, tehát a mindennapi nyelven jobbágykéknek nevezett mélykékről van szó. A támláját dúsra próbáltam festeni. Itt korsóból indul ki a minta, megismétlődik ugye ugyanúgy, mint a másiknál, csak más méretben. A forgórózsa, és itt a színekkel játszottam. Tehát arra törekedtem, hogy nagyon színes legyen a háta a széknek. Ezért használtam mélysárgát is, itt látszik ezen a tulipánon, a szegfüvet is pedig egy világosabb, egy élénkebb pirossal festettem, és bevittem egy világosabb kéket. Ugye ez egy tulibimbó féle, ugyanúgy, mint a nagy tulibimbó, ami egy fehér színt kapott, és ez a bimbó már úgy jelzi is, hogy tulipán lesz előbb-utóbb, ha ki nyílik. Aztán a két oldalon mesgyevirágokat használtam, és egy bajszas tulipántot a forgórózsa alatt. Udvarhelyen van sok munkám, a Gizi fogadóba, ott egy teljes szobát rendeztünk be, türkiz kék, világosabb kék alapszínre festettem azokat a bútorokat. Ott pedig azt csináltam, hogy a Székely Zsombori darabos nagy mintákból, de apró mintákból is bőven vittem be a bútorokba. Úgymond összehoztam a vargyasi mintával a Székely Zsombori díszítést, hogy emlékezzen, ugye emlékeztessük az embereket arra, hogy Nyírő József falujából is Székely Zsomborról minták vannak. Azt gondolom, hogy a magyarságunkkal kapcsolatos az, hogy festett bútoraink vannak, hát az fest, annak van festett bútora, aki elég erős a magyar érzelem. A elköteleződést is jelent a festett bútor, akárkinek nincs, és a súlya van. Én magam is érzem, nekem festett bútoraim vannak, vagy csak az van. Ha valaki olyan jön hozzám, aki előtte nem járt nálam, vagy nem tudja, hogy mivel foglalkozok, és bejön, akkor úgy ledöbben, hogy mit látott. Egy más típusú a lakás, más butorzattal, mint amihez hozzá vagyunk szokva. A gyűjtés során, amit végeztem, bizonyosságot nyert az, hogy a székely ember hogy gondolkodik, hogy él, nem dob el semmit, mennyire odafigyel a környezetére. Elég sok olyan fa munkát találtunk, festett a butort, aminek az életútja megváltozott. Gondolok arra, hogy a padláda, amikor tönkrement, a faanyagot nem dobták el, hanem felhasználták építkezés során. Például találtam csűrkapuba beépítve padláda darabot, deszkát, vagy tyúkolba is az ajtóba felhasználva ezekből a darabokból.
vagy a falitéka, amikor kikerült a lakásból, nem volt már helye a megváltozott lakáskörülmények közepette, felvitték a padlásra, és füstölő ajtónak használták fel. Vagy csűrbe is találtam kitéve a tékát, amiből az állatoknak gyógyszeres szekrényt készítettek. A hozományos ládáknak is érdekes az életútja. Ezeket a ládákat megtartották tárló ládáknak. Nagyon sokat találtam olyat, ami a kacatokat foglal magába, esetleg házi szőtteseket, de olyat is, amit kitettek a csűrbe, gabonát és a csűrbe használatos eszközöket tároltak benne. A mai embernél azt látom, hogy képtelen alkotni, hanem törekszik hamar pénzt keresni, és máshol. Ez a bokályoknál, például a korondi bokályoknál működik, tehát a kolozsvári szüvenírboltokban már Kínában gyártott bokályokat lehet venni. Írja is rajta, hogy Made in China, tehát a miniatűr gicsecskéket, ezeket a kis székelykapukat sem Székelyföldön készítik, hanem Kínában készítik. Szülők a sok gyermeket beíratnak a bútorfestésre, hasznos, megtanulják a virágainkat, megtanulják a színeinket, megtanulnak festeni, erősödik a kicsi kezük, és remélem, hogy elkötelezi ez őket, ha nem is lesznek belőlük, nem lesz belőlük a bútorfestő, de hogy úgy fogják érezni, hogy ez az, ami az ő kultúrájuknak a része is. Hát ha felnőtt korukban a műanyag helyett és a préselt lemez helyett ők is kicsit értékesebb dolgokkal veszik körül magukat. Még az én gyermekkoromban, régi időkben nagyon megbecsültek voltak a használati tárgyak, mindenféle, mert nemzedékről nemzedékre örökölték, nem sokan váltogatták, vásároltak. Ami megszokott volt abba a házba, tiszta házba, lakóházba, azokat úgy ápolták, és igazán őrizték, használták. Na, itt vagyunk egy székely udvarban, ahol általában székelykapun jövünk be, beérünk a lépcsőn, az Erezbe érünk. Az Erezből nyílik az ajtó jobbra-balra, az egyik házba, s a másik házba. Ez a pince, ez egy hagyományos pincelakás, vagy nyári konyhalakás, ahogy ezt nevezték, cselefagerendás tetővel. A bútor, ami itt látható, ugye ott van egy régi fajta pad, az ugyanazzal a technikával készült, mint a házban a többi bútor. A pad is, az asztal is, meg a székek is, ezek is régi típusú bútordarabok. Ami a pince éke, az a szekrény, a tálaló szekrény, amely 1905-ben készült a nagyenyedi fegyházban. Ezt akkor tudtuk meg, amikor szintén felújítottuk a bútort, és belül szép írással, ceruzával látszott a felirat, hogy ez 1905-ben készült. A hobbink vagy hivatásunk az a hagyományőrzés, vagy hagyományápolás, hagyomány megélés. Ezért fontosnak tartjuk azt, hogy olyan bútortípusokat használjunk, ami egyfelől értéket teremt, vagy értéket hordoz, de sokkal fontosabb számunkra az, hogy esztétikailag is szép legyen, valamint funkcionálisan is használható legyen. De úgy gondoljuk, hogy az az életmód, ahogy élünk, az lehet az alapja annak, hogy a gyerekeink milyen értékrendben nőnek fel, vagy milyen értékrendjük alakul ki. Éppen ezért próbálunk olyan bútorokat használni, aminek értéke van, funkcionálisak,
nem föltétlen muzeális tárgyak, de hogy ha muzeális tárgy is, akkor használni lehessen, és nem föltétlen a mostani modernkori minőségtelen anyagokat használják, és reméljük, hogy a gyerekeink is ebben nőnek fel és értékelni fogják. Ugye? Jó nagy családok voltak valamikor, megfért itt 2-3 nemzedék is egy ilyen épületbe. De ez volt a nagyház, első ház, ahol volt a vasárnapi holmi, vendéget fogadtak, hát ritkán jöttek ide lakni, vagy úgy, hogy valamit csináljanak. Ez csak vendégfogadás, keresztelő, fiatalasszonyt idehozták, az rendezte be, esküvő előtt, na ez volt a szép szoba. Itt van ez a hozományos láda, ami szinte minden fiatal asszony hozott magával, és ebbe volt a kelengéje belérakva. Ágynemű, takarók, terítők, ruhanemű. Hát, aki gazdagabb volt, annak több volt, ebből is, abból is, az egyszerűbbnek. Egyszerűbb, sokszor még ide felvonták, leírták, hogy miből mennyit hozott az az új asszon. Azt nagyon megkukucsálták az ott lévő rokonok, hogy ki, hogy állították ki, az volt a kiállítás volt a neve. Ami nagyon fontos itt az összes bútornál az, hogy próbálunk olyan bútorokat használni, ami funkcionalitásában is helytelen. Tehát nem csak dísznek vagy muzeális tárgynak használjuk, hanem funkcióba helyezzük a padba, mint ezelőtt is mindenféle apróságot. Tehát lisztolaj, ruhadarab, szokásos szatyrok, minden ebben van. Az asztalokat, székeket ugyanúgy. Akkor, amikor beköltöztünk a házba, akkor itt mindent fel kellett újítani, és volt egy pár bútordarab, ami már itt volt. Ezek a kis szekrények, az asztal, a székek, és azokat egy picit felújítottuk. Ugye ezek le voltak minkedve olajfestékkel, az akkori kornak a stílusához képest. Ezeket elvittem, homokfúvóval lefúvattuk, és utána nekiálltam, és egy egyszerű párccal lekezeltem. Itt készült az udvaron. Attól, hogyha lehomofúvóztattuk, attól például a szekrénynek is az oldalán látszik, hogy a fának a finom részét, a puha részét azt kiverte, olyan ráncos lett, ilyen vintage hangulatú, és egy picit meg is égettem gázlámpával, attól lett ilyen retrósa, lehet ezt így fogalmazni. A padot, a karos padot, ez szerintem egy 80-100 éves pad lehet. Ez a szomszédban hányódott, és egy kaláka alkalmával kaptuk onnan ajándékba. Ezt már így csiszoltam le, ez is szintén olajfestékkel le volt emve. A terítő az egy osdolai kézzel szőtt terítő. Az eredetileg ágytakarónak vettük, de kiderült, hogy nem jó, úgyhogy most ilyen padtakaró lett belőle. Igyekszünk olyan hagyományos cuccokat, termékeket használni, eszközöket, ami még egyszer mondom, funkcionalitásában is jó, és stílusában is megállja a modernkor kihívásait. A vasárnapi ünnepi ruhát itt tartották, nagy becsbe, mert nagyon értékes volt, szép felkent, minden ide be volt helyezve. És akkor a tetején az ilyen bútoroknak általában a szőtemény ott volt. Ez is olyan volt, ha valaki bémet egy szemes, akkor az megnézte, hogy ott hány tekerítés, kender, vászon, gyapjú, sokat kellett készíteni, hogy mondják azt, hogy ügyes asszon volt. Itt a két ágy, egy végtibe, ilyen falvédőt, ez hímes szőttes vászonból volt feltéve. Szalmazsák van benne, szőttes szalmazsák, jó kenderes vászonból volt. Alsó lepedő, felső lepedő a pokróc alatt, vagy cserge alatt. Mert mindegyik szúrós volt. Nem ilyen finom, puha anyagból volt. Na, és akkor nem paplanhúzat volt, hanem ilyen alsó-felső lepedő az ágyakba. Nem volt olyan, hogy külön nagy mindenkinek. Na, elég szűkösön, sőt, olyan is volt, hogy még egy kicsi ágyat bétaszítottak. Egy olyan gyorsan összeütött, azt a gazda meg tudta csinálni, és éjszakára kihúzták. És ott is aludt a gyermek, hó kettő, hó három. Na, és akkor itt van a vetett ágy, ami... Na ez is tükrözte nagyon azt, hogy milyen hozományjal jött a leány. Elég ritka volt, aki a fényképészhez elért vagy egyáltalán alkalma volt fényképet csináltatni, de a szentkép az nem hiányozhatott. Az tényleg minden háznál. Sőt, kereszt is volt a középen a két ágy felett általában. Ez a bútor valamikor egy ifjúsági bútor volt,
aminek az alsó felét fenyőfából, a felső felét pedig úgynevezett pállemezből készítették. Amikor beköltöztünk, akkor ez már itt volt, tehát ez itt maradt. A felső felét lebontottam, mert az nem volt jó, vagy nem szerettük, és az alsó részéből, a fenyős részéből egyfajta komódot készítettünk, most ezen tartjuk a tévét, benne ilyen olyan apróságot, ruhaneműt. A másik az szintén egy szekrény rész volt, de azt is szét kellett bontani, és abban most könnyes polcot készítettünk. Egyik kedvencem a fásláda, az is egy régi típusú fásláda. Na, a szőnyeget azt egy Máré Falvi néni, Ágnes néni készítette, aki egy jókedélyű asszony, rongyból font szőnyeg, egy telet dolgozott rajta, ha jól tudom, egyik kedvenc bútordarabunk amúgy. Amikor beköltöztünk, akkor ezek régi fajta ajtók a házban, ezek az ajtók voltak, és egy haver, aki felújította a házat, ő javasolta ezt a technikát, tehát igazából tőle jön az összes bútor felújításának a technikája. Az igazság az, hogy nem tudtuk lecsiszolni, annyi rend festék volt rajta, és akkor gázlámpával elkezdtük égetni, hogy leégessük a festéket. Így sikerült ezt az egész ajtót gyakorlatilag elégetni, elszenesíteni, és utána lecsiszoltuk. Látszik a fának az erezete, és amiután lecsiszoltuk, akkor lekezeltük előbb páccal, aztán lakkal, így lett ilyen jó pofás. Akkor minden háznál volt ilyen pad, ülő alkalmatosság is, de ebbe tartottak. Hol rövidebb volt, hol hosszabb, megszakítva itt középen. Volt az egyik felében lisztet, puliszka keverőt, a kicsi tekenyőt, amiben ilyen kisebb tésztát gyúrtak, azokat oda belé rakták. A másik felében törülköző, ilyen fehér nemű, ruhanemű volt. Nem a használati ruha, hanem a konyhára való törlőruha, evőabrosz, ilyen dolgok voltak a padba. Tehát én egy ilyen ronyszőnyeg általában az volt. Na, akkor általában az ablakok ugye így voltak, minden itt két ablak, közötte a tükör az nem hiányozhatott, és például a tükröt, amikor halott volt a háznál, akkor mindig le volt fekete. Egy fekete kendő, fejkendő valami reja volt téve. Együtt ettek, mert sokkal takarékosabb, sokkal jobb. Nem volt így, hogy most egyik tőt a másik tőt. Leült az a család, a puliszkát kiborították reggel, általában puliszka volt, a túróhez, a sakolt, mindenki ügyesen evett. Itt pedig ezen téka, hogy könyveket, ha volt, vagy olyasmit tartottak benne ebben a sarok. Feltették a ruhát, amit nem minden nap használtak, olyan is volt, például ott van az a szép várkendő, hárászkendőt, fel az ujjastes, az üdes gyapjú ujjast, és akkor csizmát is oda felakasztották. És akkor a fonalat, azt is, amikor megfonta az asszony, felmatolálta, levették a matoláról, ilyen tekercset csináltak belőle, és felrakta. És ilyen többet egy télen keresztül, több ilyen darabot, úgy mondták, egy darab fonal. Többet szőtt, és amikor jött a látogató valaki, mert ez a huncutok voltak, mert megkukkantották, hogy hány párna, hány mi van a tiszta házba, és meg azt is, hogy hány darabot font, lusta volt-e az asszom, vagy jó üdes. A képkeret, ez valamikor egy régi típusú létra volt, ott hányódott a csűrbe, egyet gondoltunk, ezt is felújítottuk, tettünk neki egy hátat, elmentünk egy fotózásra, és az ott készült anyagokat próbáltuk beletenni, ezzel próbáltuk feldobni a lakásunk ennek a részét, többféle népviselet vagy kiegészítő látható rajta, a feleségem épp egy mezőségi népviseletben van, én egy széki mezőség egyik falujának a népviseletében vagyok, a gyerekek közül a kislány székelyruhában, a fiam pedig vitézkötéses lábiban, inkben próbáltuk olyan fajta öltözetet felvenni, mint ezelőtt 100-200 évvel, amikor ezek a régi hagyományos képek készültek, de ezt a modern korba nagyjából ezek láthatóak a képen. Az eredvő nyílt az ajtó az első házba, a hátusó házba, és akkor itt középen olyan konyha volt. Tulajdonképpen itt volt a kemence, a kenyérsütés, itt ez a kortlan, ebbe az állatoknak is főztek, még megfőzték a nagyobb fazék ételt. A tűzhely, itt ilyen szabad tüzelő volt. Rejtették a szenet, kihúzták, és azon melegítettek. Na,
Akkor ott ezt a cserépedényeket hol melegíteni, tejet savanyítottak benne, mert egy kicsit langyos onnalt a sütés után megsavanyodott a tej, a szilva íz. Na, akkor vannak ezek a dézsák, ezt kártyának mondták, vizes kártya. Rejtették a vizet a kútról, patakról, ilyen behordták. Az egyikben volt az ivóvíz, a tiszta víz. Reggel korán kimerítettük a patakvizet, az tiszta víz volt, lehetett inni. Akkor olyan tiszta volt, szent volt a víz. Na, ez a vizes kártya, ezt pedig tejet, vajat köpültek benne, nagyon sok volt a faedény. Na, ez is a tálas, a használati dolgok, sziták, ciprok, cipornak mondtuk, cserépedényök, húst, hagymát, különlapítót, és a puliszkás lapítót külön használtak. Na, és voltak ezek a kanál késtartó eszközököt, ilyen ügyes, nagyon szép dolog volt. Kutyabőrből készült a dob és a restak is. Igen, bőrből, ez a resta. Ez is olyan jó értékes volt, akinek volt ilyen. Így volt. Combor, kapor, tejafű, az ilyesmit ide föltettük. Na, itt vannak a kemence, a sütéshez használt felszerelések, vonó, penető, lopát. Ez dézsa. Na, akkor még a dézsába tartották a túlót télire. Belégyúrták, lefőtték, mert volt ennek ilyen meg födeje, visszaszorítódott, és egész télen benne volt. Onnan szedegettük, egy kicsit megcsípősödött, de nem volt baj. Abba volt télire eltéve. Ma nyáron, ahogy az esztenárok, az azt ilyenbe tettük belé. A ruhát, a nagyon szennyes ruhát beáztatás után ezen így törzsöltük, döböcsköltük, úgy lett tiszta. Na, bészappanyoztuk házi szappannal, és ez volt, ez is minden háznál kellett legyen, de kemény munka volt a törzsön is. Úgy gondolom, hogy az életünk szerves részét kell képezze mindaz, ami a hagyományos életmódot tekinti. Nem hiszem, hogy ma is ugyanabban a formában kivitelezhető ez, mint mondjuk 100-150 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy nem muszáj nekünk nap mint nap székeharisnyába és lajbiban járni, de vannak olyan kiegészítők és olyan bútordarabok, ami szerintem megállja a modern kor kihívásait is, és ezeket adaptálva a szükséghez vagy a szükséges elvárásokhoz szerintem abszolút funkcionálisan lehet ezeket használni. A néptánc oktatásból kifolyólag az értékrendünk szerves részét képezi ez a fajta gondolkodásmód. Itt van például a hátam mögött egy kedves bútordarabunk, egy festett téka, egy saroktéka, amelyet egy jó barátunktól kaptunk a polgári esküvőnkre. Ezt mai napig használjuk. Én meg vagyok győződve arról, hogy elődeink, akik 100-200 évvel ezelőtt éltek, mindazt, amit tettek, azt nem azért tették, hogy ez egy divatos valami legyen, persze az is befolyásolta, sokkal inkább a funkcionalitását nézték, tették előtérbe, valamint arról is meg vagyok győződve, hogy azoknak az embereknek a szép érzéke messze menően fejlettebb volt, mint a mai embereknek. Éppen ezért szerintem abból nagyon is jól lehet merítkezni, és kell is merítkezni. Ezek kalotaszegi bútorok, ők csinálták csak azon a részen, Mákófalva, Ilnoktelke, Bogártelke, Türe, Méra, ott vannak ezek a festett bútorok, annyira tradíciós ezek, hogy még a színek is megvannak, a kéket festették legelőször, utána a fehér, most már cipra bútornak van elnevezve a fehér-pirossal, de nagyon nehezen lehet megvásárolni, mert nagyon ragaszkodnak ezek a bútorhoz. Nem csinál már senki, nem maradt. Csak annyi, egy családnak még, ami nem maradt. Én azon a részen járok most, vagy 3-4 éve, Szatmári születésű vagyok, Tasnádról, és egy olyan 20 évet késtem, 20 évvel ezelőtt kellett volna, akkor igen, nagyon sokat vittek ki Magyarországra ezekből. Én elhozom azért is, hogy inkább büszkélkedjek, nem hogy inkább eladjunk, csak mutassam, hogy mi a szép.